Ha zsúfoltságig nem is, de újra élettel telt meg a Tolnai Dunaparta hétvégén. Ez a helyszín volt az egyik állomása a Térzene program keretében tartott meglepetés szerenát sorozatnak a városban. A zenevilágnapján a kulturális államtitkárság indította el a Térzene programot, amelynek az a célja, hogy az 5000 főnél nagyobb településekre országszerte érkezzen el a klasszikus zene, érkezzen el a magas kultúra, és ebben veszünk mi is részt, amely a karantén helyzetre való tekintettel átalakult egy kicsit, és a városoknak kifejezetten főtereihez képest most rövidebb koncertekkel inkább a lakóövezetekbe vagy ahol természetszerűen vannak emberek, ugye hétvégén nyilván most itt Tolnán a Dunaparton is vannak sétálók, járók, elők, játszó gyermekek, és ezért ide is ellátogattunk 5. koncertként a mai napon a tolnai koncertek közül. Ezek nagyon rövid, gyors számokban állnak, hiszen mivel az emberek közé megyünk, ezért nincs megválogatva a közönség, hogy ki az, aki már volt koncerten, ki az, aki nem, kinek milyen repertoár ismerete van, hanem mi keressük meg úgy a közönségnek azt az érdeklődését, amely egy populáris érdeklődés. Kör, tehát a klasszikus zenéből és a fúvós kultúrából és a könnyedebb műfajokból is egy-egy rövid kis ízelítőt adunk, és azt gondolom, és az a visszajelzésünk is már így több tucat koncertnyi után, hogy ez tényleg a különböző korosztályoknak és a különböző társadalmi rétegeknek is a kulturális feltöltődését lehetővé teszi. Világunkban az embereket nagyon sok inger éri. Egészen gyorsan jönnek az interneten keresztül, a TV, rádiókon keresztül az ingerek, és most már minden elérhető, és talán a legnagyobb, a legfontosabb kérdés egy település, vagy pedig akár egy társadalmi felsőbb vezetőnek, illetve nekünk művészeknek is, hogy mi az, ami eljut az emberekhez. Tehát eljut nagyon sok minden, és mi a szelektálásban segítünk. Ez a program is ezt teszi lehetővé, hogy az emberek egy kicsikét tanulják meg, jöjjenek újra, hogy mi az a magyar kultúra, mi az a klasszikus kultúra, mi az, hogy nyugati művészet, mi az, hogy európai értékrend, és ezeket a nagyon fontos, sarkalatos kérdéseket próbáljuk meg körüljárni, és ezt visszük el mi is minden koncerten a közönségünkhöz. A települések számából adódóan nagyon-nagyon sok koncert van szerte az országban. Az együttesünk most már 3 hete a kezdetektől fogva csinálja ezt a sorozatot, és elég sok koncertünk van, legalább 5-6 koncert van egy nap, de van, amikor 10-15 koncertünk is van, attól függ, hogy mekkora távolságokat kell utaznunk, és most rendszeresen mennek ezek a programok, hogy elég életterhelt az együttesünk, de ez nem is inkább munkának mondanám, hanem ugye nálunk is leállás van a zenekaroknál, leállás van a tanítással is, úgyhogy ahogy az emberek nagyon sokan igyekeznek odaadóan és a szívüket a társadalom felé egy kicsikét nyitni, mi is zenészek a szeretetünket, a jó érzésünket, az örömünket hozzuk el ilyenkor a különböző településekre, és reméljük, hogy ebben a helyzetben, amikor mindenkinek egy kicsikét nehéz, mindenkinek egy kicsikét szűkösek a falak már otthon, reméljük, hogy tudunk egy kis jó kedvet és örömöt vinni ezek közé a sokszor igen sötétnek tűnő hétköznapi környezetek közé. Nem véletlen, hogy részfúvós együttesre esett a választás, hiszen a településnek népszerű az ifjúsági fúvós zenekara. A polgármester szerint a tolnaiak különösen szeretik ezt a hangzásvilágot. Azt gondolom, hogy ha egy tolnai polgármester lehetőséget lát abban, hogy bármilyen fúvós zenét idehozzon a városba, akkor kutya kötelessége ezt megtenni. Láttuk, hogy máshol hogy működik ez. Tehát a kulturális államtitkárságon keresztül lehetőség van arra, hogy ilyen úgynevezett karanténkoncerteket, vagy meglepetés szerenádokat, kinek hogy tetszik, hívjunk ide. És adódott ez a lehetőség, hogy több helyen is a városba, tehát itt most nem az volt a cél, hogy egy helyre sok embert vonzanak, hanem hogy lehetőség szerint mindenkit a saját lakókörnyezetén tudjunk egy kicsit megajándékozni azzal, hogy ugye, itt most nem lehet se koncertre, se színházba, se semmi más rendezvényre menni. Próbáltuk ezeket helybe vinni. Én még a tolnai úttörőzenekarba fújtam annak idején,
úgyhogy a szívemhez mindig is közel állt a fúvós zene. De mindezeken túl én azt gondolom, hogy a fúvós zene az már nem az a fúvós zene, ami még a rendszerváltás előtt volt, tehát itt most nem az internacionális, a szovjet himnusz hangzott el, hanem ilyen nagyon könnyedebb, bár komoly zenei darabok. Én azt gondolom, hogy egy kicsit maivá kell tenni a komoly zenét is, és úgy látom, hogy erre itt tolnám mindenképpen, de remélem az egész országban van kereslet. Öt helyszínen, a Dunaparton kívül az idősek otthonánál, a Vásártéren, egy lakótelepen és egy társasházi udvarban tűntek még fel a zenészek. A közönség mindenhol örömmel fogadta a már rég nem tapasztalt élő zenei élményt. Nagyon fontos volt, hogy végre kijöhessünk, és végre valami kulturális élmény is legyen. És pont tegnap bicikliztünk egy picit, egyébként pont itt, és akkor azt mondtam, hogy bármilyen koncertre hajlandó vagyok eljönni, ha operett lesz még arra is, és így nagy meglepetésre volt egy szám is, ami egy operett mix volt egyébként. Az az elképzelésem, az a véleményem, hogy amit az élő zene ad, azt nem lehet otthon DVD-ről, CD-ről átadni vagy megélni. Az a rezgés, amit a hangszer ad, meg a zenészek csinálnak, az pótolhatatlan, és ez egy nagy élmény volt most már így 6 hét után, hogy így élő dolgot lehessen vételezni. A közösségi élmény a jó, tehát az, hogy olyan valaki, aki nem szánná rá magát, hogy maradjunk egy operett részlet, vagy egy félig komoly dolgot meghallgatna magától, itt bele cseppen a fülébe, és aztán egyszer csak érdeklődik. Valami olyasmi, régen volt egy rádióműsor, a Kinyerma, ha jól emlékszem, az pont erről szólt, hogy edukálta a népet, és ez szerintem ilyen, tehát ez segít. Annak, aki véletlenül van itt, vagy aki pedig szándékosan, tudatosan jött el erre a helyre. Thank you.